A Vörös Marti Társaság ebben az esztendőben is emlékestel tisztelgett a 2010-ben elhunyt Sobor Antal, József Attila és Szent István díjas író, festőművész, pedagógus, Székesfehérvár díszpolgára munkássága előtt. Az emlékesten Vaklár Lajos, a Fehérvár Média Centrum munkatársa köszöntőjét követően a Fehérvár Televízió anyagaiból láthattak válogatást az irodalomkedvelők, majd Bobori Zoltán Sobor Antal novelláival idézte meg azokat a felejthetetlen pillanatokat, amelyek immár a magyar és a székesfehérvári kulturális élet és irodalomtörténet legszebb pillanataihoz tartoznak. Szükségünk van arra, hogy ezzel a rövid kis felolvasó esttel felhívjuk Sobor Antalra a figyelmet. Annak ellenére, hogy hát nyilvánvalóan tulajdonképpen itt él közöttünk, nem kell, de arra is figyelni kell, hogy nehogy véletlenül a feledés emlékművét elkezdjük építeni. A V61 Alba Régia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete idén is a Volánccsarnokban rendezte meg hagyományos kiállítását, amelyen megjelentek a kiállítás fővédnökei, Mészáros Attila alpolgármester és Bódis Tamás, a Fejér megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke. Az alpolgármester kiemelte, Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése, ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. A kiállítás keretében díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyúlakat tekinthettek meg a látogatók. A nagyszámú érdeklődő megtekinthette a székesfehérvári bukógalamb számos példányát is, de nagy sikert arattak a hagyományos és díszbaromfik, illetve nagy sikert arattak az óriás nyúlak is. A felhívásra jelentkeztek, 66 tenyésztő hozta el a madarait, úgyhogy közel 500 madarat lehet itt látni. Ezek között vannak ugye, amik úgy hasznosak, hogy húsra is termelnek, és van, amik csak a szépségükkel boldogítják az emberiséget, köztük minket is. Új Ecofamily áruház épül, megújul a Jancsárkert termelői piac és bővül a parkoló terület is. A Balatoni út 10 szám alatti ingatlan magyar tulajdonosa a Corbé ingatlan hasznosító Kft. Mintegy 1 milliárd forint összegű beruházást indít. Az építkezés idején is üzemel a termelői piac, az építési terület mögötti csarnokban várják a vásárlókat. Schulz György, a Jancsárkert piac és közösség egyesület elnöke elmondta, a termelői piac a beruházás ideje alatt is zavartalanul üzemel, szombat délelőttönként. Az építési terület mögötti csarnokban várják a vásárlókat. Gyakorlatilag a megszokott helytől csak néhány méterre van ez az átmeneti piac, amit végül is elfogadtak nem csak a vásárlók, hanem az árusok is, és kezd egy kicsit piacos hangulat kialakulni, úgyhogy körbenézünk, akkor egy ilyen kerített udvarszerű tér, egy zárt tér alakul ki, és zsibogással, kis piaci zajjal, természetesen a pecsenyésekkel. Tehát úgy látjuk, hogy erre a 10 hónapra, ameddig erre a piacra szükség van, itt sikerül majd egy jó kis piacot létrehoznunk. Hatha, vagyis klasszikus jóga nyílt napra várták az érdeklődőket a Ramana Egészség és Joga Stúdióban szombaton délelőtt. Egy órában ismerhették meg a résztvevők, hogy miként lehet a jóga segítségével a jó egészséget, a jó alvást, a kiváló közérzetet elérni. A mozgásformát kipróbálók belekóstolhattak abba, hogy a gyakorlatok hogyan tudják segíteni a betegségek csökkentését, az immunrendszer erősítését, a harmónia megteremtését. Erősíti az izmokat, a kötőszöveteket, a légzést kontrollálja, tehát sokkal nyugodtabbak leszünk, sokkal fókuszáltabbak a mindennapi életben. És hát én tudom javasolni, egyébként sokan úgy gondolják itt Magyarországon, meg Nyugat-Európában, hogy a joga csak a nőké. A joga nem csak a nőké. A joga mindenkié. És hát most úgy nagyon örültem, hogy volt itt nem csak nő, hanem férfi gyakorló is. Az új év első hónapjaiban minden vasárnap élményekben gazdag programok várják a látogatókat a Sóstó Vadvédelmi Központban. Január 8-án, 15-én, 22-én és 29-én ugyanis ismét megrendezik a vadvasárnapokat. A délelőttönként látogatható programokon egyebek mellett állatorvosi bemutatók és szakvezetés is várja az érdeklődőket. A szakállatorvosok beszélnek az állatokról és válaszolnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre, valamint a különböző kezeléseket is testközelből nézhetik végig a gyerekek és
a felnőttek egyaránt. Az állatgondozók testközelből mutatják be a központban élő kisemlősök és madarak kézzeletetését, a madárgyűrűzést, a tanított trükköket, mesélnek a bent élő állatok szokásairól, és lehetőség van közelről megnézni a kölyköket és fiókákat is. További információk a programokról a képernyőn látható telefonszámon és e-mail címen kérhetőek.